rekord. Újból rekord kísérletre készülnek városunkban, most egyszerre 200 babán végeznének újraélesztést. Hőség, a legmagasabb hőségriasztást rendelték el hétfőtől, a hőmérséklet akár a 40 Celsius fokot is elérheti napközben. Megy, a magyar medgyet népszerűsítő akció keretében medgyet osztottak országszerte, városunkban is kínálták a gyümölcsöt. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Ismét Guinness rekord kísérlet Dunaújvárosban. A tavalyi 200 órás újraélesztés egyéves évfordulóját újabb rekorddal ünnepelnék. Most 200 babán végeznének újraélesztést egyszerre egy órán át. A szervezés elkezdődött, várják a jelentkezőket. 30 nyomás és 2 befúvás ezen a babán, mindezt megállás nélkül 200 órán keresztül. Erre vállalkoztak városunk lakói 2014-ben. Az akkori újraélesztési világrekordot kívánták megdönteni sikerrel. Tavaly augusztus 22-től 8 napon át több százan vettek részt a kísérletben. A magyar rekord egy év elteltével válhat Guinness rekordá. Én minden ilyen írásos anyagot eltettem emlékbe, fogunk majd az ideinek is. Fed Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezetének vezetője, a tavalyi résztvevők által aláírt vásznat mutatja. Idén is hasonlót terveznek a rekord felállításának évfordulójára. Először az az ötlet fogalmazódott meg bennünk, hogy a tavaly felállított magyar rekordot, aminek meg lesz az egyéves évfordulója, amikor Guinness rekorddá válik, ezt megünnepeljük. Magyarul megünnepeljük magunkat. És ez az ötlet nőtte ki magát megint arra, hogy akkor ezt fejeljük meg. Tehát úgy szép a dolog, hogyha még erre ráteszünk egy lapáttal. Téren látom is, hogy szépen sorba színes csapatok. Minden babához csak 4-5 főt, mondjuk vegyünk 4-et. Az idei kísérlet részleteit ismerteti Orosz Csaba tűzoltó parancsnok. Mint kiderült, nem a tavalyi rekordjukat akarják felülmúlni, hanem egy újabbat kívánnak felállítani. Egy újabb Guinness rekordot szeretnénk felállítani. Ugye a tavalyi évben 200 órán keresztül tartottunk életben egy babát, most egy órán keresztül tartanánk 200 babát életben. Itt a nehézség az lesz, hogy honnan lesz 200 babánk. Most 2 hónapunk van ennek az összegyűjtésére. Több lehetőség is van. Van, aki szerintem majd babát ad, vagy babát kölcsönöz nekünk. Lesznek olyanok pedig, akik csapatostól és babástól fognak érkezni ide a Dózsa mozi térre. Én már látom a szemem előtt azt a 200 csapatot, aki egyszerre fogja ezt a babát zenére életben tartani. A tervek szerint augusztus 29-én a Dózsa mozi előtti téren fogják elhelyezni a 200 babát. A különleges esemény lebonyolításában a mozi vezetősége is részt vesz. Ugyanúgy, ahogyan a tavalyi kísérletnél. Az, hogy a helyszín itt van előttünk, az bennünket kötelez is valamilyen módon arra, hogy segítséget nyújtsunk, és szeretnénk is ezt a segítséget megadni. Alapvetően 2 módon. Az egyik, hogy biztos, hogy beszállunk, tehát mi is oda térdelünk a baba mellé, ugyanúgy, ahogy tettük ezt egy évvel ezelőtt is, illetve ami az épület kiszolgálásából adódik, azt meg tudjuk tenni az infrastruktúránk, lehetőségeink, akár egy vetítés, akár a fényújságunk, akár a mosdóhasználat, akár öltöző, étkezési lehetőség, amit biztosítani tudunk, meg fogjuk tenni. A szervezők különféle zenés táncos programokkal is készülnek, hogy még különlegesebbé tegyék az újabb kísérletet. A szervezés tehát már elkezdődött. Az ötlet sokaknak tetszik, hiszen már most többen is jelezték részvételi szándékukat az újabb kísérletre. Jelentkezni a katasztrófa védelemnél, a Vöröskereszt irodájában, de a moziban is lehet. A szervezők várják is az érdeklődőket, hiszen segítségből sosem elég. Tetőzik a hőség, az országos tiszti főorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelte el szerda éjfélig az ország egész területére. A hőmérséklet akár a 40 Celsius fokot is eléri. A nagy hőséggel városunk lakói is nehezen boldogulnak. A nagy hőségben sokan választották városunk uszodáját a forróság enyhítésére. Az országos tiszti főorvos ugyanis szerdáig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el. A többnapos forróság és perzselő napsütés még a legegészségesebb emberi szervezetet is könnyen megterheli. Városunk lakói közül, aki tud vízpartra megy, viszont ennél gyakrabban választják az otthoni hűs szobát a hőség elkerülésére. Nagyon meleg van, és szinte kibírhatatlan. És hát ez ellen inkább elmegyek barátaimmal ide a Dunaújvárosi úszodába, vagy valahova elmegyünk Dunapartra sétálni, és valami fürdőzés mindig kell,
Például ma is megyünk úsziba. Elég nehéz elviselni, de azért elviseljük. Sok folyadékfogyasztás. Délutánonként nem megyek sehova sem. Otthon a hűszobába kivédjük. A harmadfokú hőségriasztást abban az esetben rendelik el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon meghaladja a 27 Celsius fokot. Ezeken a forró napokon fokozottan ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, illetve azokra az óvintézkedésekre, amelyekkel elősegítjük közérzetünk javítását. Elsősorban vizes törőköző tarkóra még otthon is, mivel nem rendelkezünk klímával, de azért eléggé el tudjuk viselni még ezt jelenleg. Kerülöm a napot, megyek a fák alá, tehát kerülöm így, ha megyek is az utcán, a napsütés. A legmelegebb órákban, vagyis 11 és 15 óra között ajánlatos a túlzónap elkerülése, valamint ettől eltérő időpontban is törekedni kell az árnyékban tartózkodásra. Megfelelő figyelmet kell bőrünk védelmére is fordítanunk, hiszen a leghatékonyabban védekezni a leégés ellen naptejjel és világos, jól szellőző ruhával tudunk. Meggyet osztottak Dunaújvárosban, a helyi termelők is csatlakoztak a magyar megy népszerűsítését célzó országos akcióhoz, amely múlt héten kezdődött. Városunkban mintegy 600 kg gyümölcsöt osztottak szét. Meggyet osztanak az egyik dunaújvárosi áruház előtt. A helyi termelők is csatlakoztak ugyanis a magyar megy népszerűsítését célzó országos akcióhoz, amelynek során 31 városban csaknem 100 helyszínen kínáltak ingyenes kóstolót. A járókelők örültek a gyümölcsnek. Nagyon jónak találom abból a szempontból, hogy viszont nem, hogy ugye nem kapnak a termelők annyi pénzt az árujukért, ameddyért, amennyiért érdemes lenne. Figyelemfelhívásnak jó, de végül is nekik ebből gazdasági hasznuk nem lesz. Erkölcsi hasznuk viszont igen, mert azért azt hiszem, hogy minden ember belegondol abba, hogyha a munkája gyümölcsét így ingyen, úgymond elosztogatná, hát mire jutna? A magyar mennek a felvásárlói járát azt jellemzően azt szabja meg, Németországban mennyit hajlandó fizetni egy megbefőtért. Nyilván ennek belejátszik a termés, és így tovább. Idén viszont nem termett sok megy, mégis a tavalyi rekord termést a alacsonyabb árakat kínáltak ki. Keresztes György az akció szervezője elmondta, az idén nem várt alacsony piaci árral került a boltok polcaira a megy. A termelők a helyet, hogy hagyták volna megrohadni a fákon a gyümölcsöt, úgy döntöttek, felajánlják és szétosztják a lakosságnak. Ezzel szerették volna ösztönözni az embereket a megy fogyasztásra, valamint felhívni a figyelmet a gyümölcs pozitív hatásaira és finom ízére is. Kétféle megy van ipari megy, amit leráznak a fáról, nincs szára, és van étkezési megy, amit szárral, amivel nap mint nap találkozhat mondjuk a piacon is. Ezenek az ipari megynek a nagy része az Németországban landó, mint megy befőtt, és mindig van egy felvásárlási ár, amiért ezt megveszik a termelőktől. Idén ez egy roppant alacsony ár volt az elején, az az ár, ami körülbelül a felét sem fedezte a termelők költségeinek, ekkor elindult egy bojkott, hogy nem adják le a termést. Ezzel párhuzamosan viszont mi pozitív üzenetet szerettünk volna sugározni, és úgy gondoltuk, hogy inkább a megynek a fogyasztását igyekszünk ösztönözni. Keresztes György hozzátette, a megyosztásnak országszerte nagy sikere volt. A figyelemfelhívó kampányt így hamarosan újra megszervezik. Jubileumi koncert a Petőfi Liget program sorozatában ezúttal a Beat Kohó zenekar dalamai hívogatták a kikapcsolódásra vágyókat. Az 5 éves jubileumát ünneplő együttes hip-hop zenével szórakoztatta a közönséget. Akkor nagyon nagy szeretettel szeretnék köszönteni mindenkit itt a Petőfi Ligetben, kedves Dunaújváros! Színpadon az 5 éves Beat Kohó zenekar! A Petőfi Művészeti Liget nagy színpadán ezúttal a Beat Kohó együttese szórakoztatta a közönséget. A zenekar 2010-ben alakult dunaújvárosi és budapesti gyökerekkel rendelkező tagokkal. Így jubileumi koncerttel készültek. Az elmúlt időszakban elég sok változáson megy, illetve ment is keresztül a zenekar. Ugye ez a mai este ez egy akusztikus, félig meddig akusztikus koncert lesz. A tavalyi, amit egy országos rádióban adott akusztikus koncertet, amit adtunk, annak a úgymond az ilyen dunaújvárosi felállása lesz. Ugye ezzel szeretnénk a dunaújvárosi rajongókat is úgymond kicsikét meglepni, hogy 5 éves alkalomból így szabadtére kiosztuk ezt, hogy ilyen nagy zenekarral, tényleg akusztikus hangszerekkel kiegészülve semmi nem megy most a számítógépről.
ezt így megmutassuk. Üdvözlöm a világba, hogy az meg sikerül. Fűri, nem művi, egyeké teremtve, pont beleférnénk az édek keresztbe. Sose lehetne jobb, vagy szebb. Az idei évben vokalistával is bővült a zenekar, amely városunk mellett országos viszonylatban is egyre népszerűbbé válik. A Művészeti Ligetben az együttes vendégzenészekkel is fellépett, akik többek között hegedűvel és akusztikus gitárral színesítették az előadást. Annyi az apropója, hogy a rádióban lévő áthangszerelt számainkat így előszerettük volna adni a dunaújvárosi közönségünknek is, és az apropó keretében most ez a születésnapi koncertünk, ez jó alkalom volt erre, úgyhogy gyakorlatilag ezt a fajta hangszerelést, ezt a rádióban lehetett hallani, illetve most lehet hallani, aztán lehet, hogy majd csak 5 év múlva, ha megérjük a 10 évet, legalábbis én remélem, és úgy látom, hogy a zenekar így előre felé ível. Az együttes születésnapján a Beat Kohó tagjai nem csak koncerttel, hanem ajándékpólókkal is várták a Petőfi Liget belátogatókat. Városunk kulturális fesztiválja szerdán folytatódik, ezúttal a Színházteremben, ahol a Görsin szerelmei című zenés darabot tekinthetik meg az érdeklődők. Ismét triatlon versenyt szerveztek városunkban. A résztvevők 1900 métert úsztak, 90 kilométert kerékpároztak, majd 21 kilométert futottak. A nem mindennapi viadalt második alkalommal rendezték meg. Az úszás volt az első versenyszám a második alkalommal megrendezett Aquarius triatlon versenyen, ahol a résztvevőknek csaknem 2 kilométert kellett teljesíteniük. Ezt követte a 90 kilométeres kerékpározás, valamint a 21 kilométeres futás. Herceg Ferenc a verseny szervezője elmondta, a viadal megrendezését csaknem fél évig tervezte, de mint mondta, látva az eredményt, a befektetett munka megtérült. Rám kell nézni, meg az emberekre, meg a csillogó szemekre, azt gondolom, hogy mindnyájan magasan a várakozásom fölül. Mondhatom azt, hogy teljesítünk is, először gondolkodtam rajta, de ez gyakorlatilag így van. Rengeteg az indulónk, nagyon jól sikerült úgy gondolom a szervezés, illetve hát még nem vagyunk a végén, de az eleje úgy gondoltuk, hogyha nem fog döcögősen elindulni, akkor gyakorlatilag elindul a dolog, és akkor fog működni, és önmagát gyakorlatilag már megoldja a dolog sok esetben, igen. Stankovics László a sportbizottság elnöke kiemelte. A profi sport mellett nagyon fontos, hogy az amatőrt is támogassák, hiszen ezzel tömegeket lehet megmozgatni. Az amatőr sportot, Dunaújvárosban az amatőr sportot támogatjuk, és ezt szeretnénk, ha ez alakulna ki, és ez lenne ismételten a fő irányvonal, hisz a profik maguk is megélnek. Ezeket az amatőr versenyeket sokkal jobban szeretjük, mert látogatják, sokkal látogatóbb és sokkal családiasabb, mint egy profi verseny. A megmérettetés népszerű volt, hiszen csaknem 260 profi és amatőr triatlonista vett részt a viadalon. A szervezők elmondták, a nagy sikerre való tekintettel jövőre is szeretnék megrendezni a versenyt. Kedden zavartalan napsütés lesz 35 fok körüli országos hőséggel. Mérsékelt marad a szél, igazi strandidő várható. Következnek főbb híreink még egyszer, röviden. Rekord! Újból rekordkísérletre készülnek városunkban, most egyszerre 200 babán végeznének újraélesztést. Hőség, a legmagasabb hőségriasztást rendelték el hétfőtől, a hőmérséklet akár a 40 Celsius fokot is elérheti napközben. Megy, a magyar medgyet népszerűsítő akció keretében medgyet osztottak országszerte, városunkban is kínálták a gyümölcsöt. A munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.